a csatornámon én Szilvi vagyok, a Gardrob Mód üzemeltetője. A mai videó arról fog szólni, hogy három kedvenc ruhadarabomat három opcióban mutatom meg, hogyan lehet hordani. Ezek csak az én variációim, ezekre még számtalan más ötletek vannak, vagy ízlések, kinek hogy. Size méretnek is megfelelő, és szerintem, hogyha felveszem, akkor senki nem mondja meg, hogy ez pasiknak készül. Egyébként vadonatúj volt, amikor megvettem, még a címke is rajta volt, ez egy next férfi. Hát akkor lássuk a variációkat. Az első, itt láthatjátok, egy ceruza szoknyával vettem fel, egy feketével, egyébként ez a szoknyám is már régóta megvan, vagy körülbelül 4 éve, ha nem több, és szeretem is, mert kényelmes, rugalmas. Egy övet vettem fel hozzá, az ingúját felgyűrtem, mint mindig, na legyen olyan hosszú, meg így jobban is néz ki, és egy fehér-fekete cipőt vettem fel hozzá, amit az ezelőtti videómban meg is mutattam. Akkor jöjjön a második opció, azt is itt láthatjátok, a zebra mintás csizmámmal és egy sárga kötött pulcsiba vettem fel. Annyira szeretem ezt a csizmát, kár, hogy nem tudom többször is felvenni, mert hogy hétköznapokon dolgozni szoktam, és akkor elég csak egy melegítő. Kiöltöznék én, de hát szerintem nagyon néznének az ügyfelek, hogy hát hova öltözött ez így ki ennyire, mert nem is lenne igazán célszerű. Szóval azt a csizmámat nagyon szeretem, mert annyira kényelmes, hogy ebben tudok sétálni is, hosszú távon, és nem fáj benne a lábam. A sárga színt pedig nagyon szeretem, ezért választottam a sárga pulcsit hozzá, de egyébként lehet rózsaszín, szürkét, vagy elképzelés határtalan. Jöjjön a harmadik opció, itt láthatjátok, ismét a harisnya csizmám, a harisnya csizmám. Ez is egy nagyon kényelmes csizma, nagyon szeretem, és tök jó kombinálható mindennel, amint látjátok ezzel is. Felvettem hozzá egy fekete kis crop topot, ami olyan, mintha egy ilyen kis ruha lenne. Nekem ez is így nagyon tetszik, ezzel is fogom így hordani, meg hordom is télen is, tavasszal is, télen kabát alá, tavasszal pedig csak simán. Úgyhogy ez a három opció, ez az, amit kitaláltam erre a férfiingre. Jöjjön a második kedvenc ruhám. Hát nem fel kell állnom. Ez a fekete ruha. Ezt körülbelül 5 éve, mikor 2016-ban rendeltem az Everything Pipons oldalról. Berakom nektek ide a képet, hogy hogy nézett ki. Alul volt egy fekete szőrme, és a nyakába pedig volt egy lánc, de azokat én egyből levettem, mert nekem azok nem tetszett, és hát így néz ki. Akkor igen, kicsit már kopottas a nyakán, a cérnák elengedték, csak majd valamit csinálok vele. Egyébként én ezt nagyon-nagyon szeretem, sokat is használtam az évek alatt. Az első opció, itt láthatjátok, ezt megint a harisnya csizmámmal próbáltam fel, és pontosan azért, mert voltam egyszer benne szülői értekezleten, és akkor így vettem fel, nem ezzel a csizmával, egy másikkal, de körülbelül így nézhettem ki benne. Azt gondolom, hogy egy fekete ruha az nem hiányozhat egy nőnek a gardróbjából, mert ez egy olyan darab, amit bármikor, bárhová elővehetsz, nem kell annyit gondolkodni hozzá, mert ehhez igazából minden szín illik. Én sportosabban szoktam felvenni, mert magas sarkú, vagy ez a nagyon női stílus, ezek nem állnak hozzám közel. És akkor mutatok is nektek egy következő sportcipővel, ami most is ez van rajtam. Ezt nagyon szeretem, és hozzá a múltkor rendelt sapkám, meg táskám, ez tök jó lesz szerintem, tavasszal fogom ezt így hordani. Most kabát alá, akkor meg majd kabát nélkül. Nagyon-nagyon tetszik így. Következő opció. Én nagyon szeretem a magas szárú tornacipőt. Akik ilyen sportosabbak, mint én,
ajánlom, hogy szerezzenek be egyet, vagy szerezzetek be egyet, mert ezek annyira jól kombinálhatóak, hogy eszméletlen. Kicsit most eltérek a tárgytól, mert az öcsémék esküvőjére nagyon sokat törtem a fejem, hogy mibe menjek el. És akkor rendeltem magamnak egy magas sarkú cipőt, ezüst színű, meg hozzá egy ezüst színű kis ilyen táskát. Azt is berakom nektek ide. És hozzá sötétkék ruha, meg ez a sötétkék fejdísz, ami itt az angoloknál nagyon nagy divat, kalap helyett is, meg kalappal is, meg mindenhogy szeretik ezeket a nagy fejdíszeket, és nekem meg nagyon tetszik. Aztán gondoltam, hogy otthon ez nagy újdonság lenne, és én így mentem el, ahogy ide betettem nektek, így mentem el az esküvőre. De amikor elmentünk a városházára, gyalog a mi kis városunkon keresztül, akkor a lábam olyan viszonyagos lett, hogy imádkoztam a tornacipőmért, és képzeljétek el, hogy amikor átvettem a tornacipőt, és ott találkoztam a vendégekkel, mindenki megdicsért, hogy milyen jól összekombináltam a ruhákat, hogy ez a cipő mennyire illik hozzá, és csak mosolyogtam, hogy úristen, hogy én mennyi törtem a fejemet azon, hogy egy magas sarkú cipőt vegyek fel, hogy mi legyen a ruhámhoz, és egyszerűen elég lett volna csak az a tornacipő, nem kellett volna ezen gondolkodnom. Sajnos arról nincsen fotó, hogy a tornacipővel hogy nézett ki, de akkor térjünk vissza erre a ruhára, erről viszont van, és van. Szóval magas sarkú tornacipővel és fehér táskával megint egy tök jó kombináció. És akkor úgy döntöttem, hogy ezzel a ruhával legyen még egy negyedik is, mert ebből aztán nem tényleg annyira sok lehetőség van, hogy egyik fotót a másik után kattingattam, és gondoltam, hogy akkor ebből teszek nem hármat, hanem négyet. Van nekem ez a tarka-barka sportcipőm, ez egy kicsit olyan elegánsabb beütésű, és hozzá egy rózsgoldos táskát vettem fel hozzá. Láthatjátok, hogy így is megállja a helyét egy kicsit komolyabb helyre, akár aki nem akar felvenni magasabb, mint én. Ezt így is én felvenném, az biztos. Na, jöjjön akkor a harmadik ruha, ami ez a farmeringem. Ezt is egy turkálóban vettem, ez egy hosszított ing, farmer ing, F&F márkájú, Tesco-s márka, nem tudom ezt már mennyire vettem, nagyon olcsó volt, szerintem azért vettem meg a fene se tudja, kellett egy ilyen is, gondolom. Az első opció itt van, egy övet vettem fel hozzá, egyébként van egy eredeti saját öve is, csak ebbe a sok ruha kavalkádon már nem találtam meg, elnyert a szekrény, vagy nem tudom, eltűnt. Úgyhogy azt a fekete övemet vettem fel hozzá, meg a fekete bakancsomat simán csak harisnyával. Én nagyon szeretem az ilyen hosszú lenge dolgokat. Következő opció, a legutóbb rendelésemből jött kígyó mintás táska és amurkori cipő. Meg ha már nadrágot kellett választani hozzá, akkor most kedvencem ez a bőrhatású leggings, de egyébként ezt is lehet sima leggingszel akár felvenni, mindegy, vagy farmer nadrággal is. Én ezt választottam most. Úgyhogy ez lenne a második opció, a harmadik kombináció pedig egy kicsit színesebb verzió. Gondoltam, hogy sok fekete-fehér opció után legyen egy színes. Ez lesz a rózsaszín pólóval, az ing, mint egy hosszú kis blazer, akár a kis színes táska, meg sportcipőm, és a bőrhatású leggings. Ez a videó ennyi lett mára, örülök, hogy megnéztétek, és ha még nem tettétek, akkor iratkozzatok fel ott lent, és a csengettyűre is kattintsatok rá, mert akkor jelezni fogja nektek a videókat, amikor feltöltöm.
nem sokára fogok jönni egy újabb videóval, már tervezgetem, mert tegnap leadtam egy rendelést. Igen, állandóan tolják az arcomba az e-maileket, és akkor most mit tegyen az ember? Muszáj rendelni. És ha rendelek, akkor úgy gondolom, hát ha majd nem küldik a sok e-mail. De hát azóta is már kaptam majd 10-et onnan, meg másik oldalról is, úgyhogy reménytelen. Inkább rendelek. Nagyon-nagyon szép napot kívánok nektek, vagy estét, vagy akármi, és nagyon-nagyon vigyázzatok magatokra, és nagyon elést!